az északi szélesség 49. és a keleti hosszúság 19. fokán, Szlovákiában, pontosabban nálunk Csábovcében szinte hihetetlen, rendkívüli jelenséget észleltek. A Tátra csúcsai fölött látható titokzatos ragyogás lázba hozta az egész környéket. Csak a barátom, Szlávó, meg én tudtunk azonban az ismeretlen bolygóról érkezett különös látogatóról, Majkáról. Majka látszólag olyan, mint egy földi kislány, azonban nagyon furcsán viselkedik. Képzeljék, a nagymamám egészen rosszul lett, amikor észrevette, hogy mit csinál a vendégünk. A ruházata miatt aztán teljesen fölháborodott. Bemutatjuk a Csillagok küldötte című filmsorozatot. Írta Václav Pavel Borovicska és František Bölcse. Harmadik rész. Az esküvői ruha. Ne röpködj, járj a földön! Biztos voltam benne, hogy a nagymamát kidob minket. Miért dobott ki minket, és miért integetett úgy a kezével? A felnőttek így szokták. Miért? Neked örökösen magyarázni kell mindent. Tudod, az idegeikre megyünk. Milyen úton megyünk az idegeikre? A szálloda mögötti úton jobbra. Úgyhogy fölbosszantjuk őket. De miért bosszankodnak? Azért, mert felnőttek. A felnőttek különböznek a gyerekektől? Gyerekes kérdéseid vannak. Persze, hogy különböznek. Néha teljesen érthetetlenek. Még a nagymamám is. Normálisan viselkedik, aztán egyszer csak azt mondja, hogy a tévé csoda. Miért csoda? Hogyha van elektromos áram. Igen. És ha nézi a műkorcsolyázást, azt mondja, milyen ügyes a macskánk, mert az még nagyobbakat ugrik. De most hol szerzünk ruhát Majkának? Azt csak bízd rám. Majka, te bújj el itt valahol, Szlávó, te pedig őrtálsz. Nem ott. A nagymama ott megláthat. Ide. Ha valami baj van. Mi a baj? Semmi, csak kipróbáltam a fütyelet.
Figyelem, rendőr! Figyelem, rendőr! Hol? Jaj! Ki után szimatol fiatalember? Carol. És miért reszketsz? Én nem. Én úgy látom, reszketsz. Igen, szoktam a suliban is. Különösen akkor, amikor kihívnak a táblához, és felelnem kell. Te mit csinálsz? Szeretnék füttyenteni Karolnak, de valahogy nem sikerül. Miféle fiú vagy te? Én már a pólyában is tudtam füttyenteni. Megkérhetném a bácsit, hogy füttyentsen egy nagyot helyettem? Énekeld el a jelet. Tűz van! Tehát? Hát úgy látszik, Carolt nem engedik ki. Úgyhogy elmegyek én is. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó estét! Jó estét! Mit keres itt Kvasnyák úr? Hát, ez a szolgálat tudja. Szép jó estét! Szép jó estét! Szép időnk van ma, igaz? Nagyon. Maga is jön? Igen, megyek. Na és mondja, ott fenn mi újság? Mi az? A terep kitisztult. Fogd meg! Jó. Az Isten szerelmére, mit csinál maga? Haja! Micsodát? Kop! Kop! Lépések! Nem hallottam? Nem. Maga igen? Nem, most én sem, de az előbb volt ott valami motoszkálás. Jó. Segítség, tolvaj! Ki a
szabályod, csutka van, Éli, az ajtó csapódott be. Nincs mitől félnie, nincs itt senki. Ki van ott? Adja meg magát! Mit lehet itt lopni? Limlomokat? Az ablak csapódott be. És azok a lépések? Egészen tisztán hallottam. Mondja, hangokat is hallott. Biztosan azt gondolja, hogy álmodtam. Nem, Csutkova néni, Isten ments. De egy nyugtató azért nem állhat. Nem. Nem? Jó. Jó éjszakát. Doktor úr, lehetséges az, hogy egy kislány egyszerűen ide repüljön a földre a világűrből? Tessék, mit mond? Körülbelül ekkora kislány. Hogy jutott ez az eszébe? Úgy, hogy itt volt. Hol? Itt. Itt állt. És az űrből érkezett ide? Aha. Hogy nézett ki az a kislány? Normálisan. Csak átlátszó trikó volt rajta. Egy normális, csak átlátszó trikóba öltözött kislány a világűrből. És honnan tudja, hogy a világűrből érkezett? Úgy, hogy én... Várjon egy kicsit, asszonyom. Hogyan mondta meg magának? Úgy, ahogy én mondtam magának. Úgy értem, milyen nyelven beszélt? Hogy milyen nyelven? Hát szlovákul. Azt képzeli, hogy én megtáborodtam, doktor úr? De hát miért képzelnék ilyet, asszonyom? Nyilván szlovákul beszélt, különben hogyan értette volna meg, igaz? Hiszen maga kizárólag szlovákul ért, nem? Nincs abban semmi rendkívüli, hogy a világűrben szlovákul szoktak beszélgetni. Ugyan, doktor úr, miért hordít össze ilyen ostobaságokat? Jól van, jól van. Az a lényeg, hogy megnyugodjon. Arról nem beszélt az a kislány esetleg, hogy mégis hogyan jutott ide? De igen, említett valamilyen szisztéma. Az a legjobb módszer, a szisztéma az a legeslegyorsabb. És maga egyből elhitte neki, hogy a világűrből jött? Dehogy hittem el. Először azt hittem, hogy az egész csak játék. De amikor elkezdett mászkálni a plafonon, és utána kirepült... Tehát azt akarja mondani, hogy csak később jött rá, amikor úgy tűnt magának, hogy elkezd sétálni a mennyezeten. Miért mondja, hogy úgy tűnt? Nem tűnt, hanem úgy volt, a plafonon sétált normális léptekkel. Csutko van én. Igen, és ott. Javaslom, hogy kérdezze meg a fiúkat, ők is itt voltak. Gyerünk, induljon már. Gyönyörű ruhát loptam neki. De hát ez függöny, Carol. Hogy lenne függöny, te vadsza már, hiszen gombok vannak rajta. Na és ez? Baj van. Tudod, mi ez? A nagymama mennyasszonyi ruhája. Na és? Egy kislány nem mászkálhat esküvői ruhában az utcán. Átalakíthatja. Mit jelent, hogy átalakíthatja? Így. Tűvel. Meg cérnával. Sosem hallottam tűről meg cérnáról. Hallod ezt? Tehát nem tudsz varni. Nálunk már a második osztályban megtanulják. A fiúk is. Segíts nekem. Emeld fel a karod.
Állj föl arra a székre. Nem lenne jobb, ha fölrepülnék? De azt hiszem, jobb lesz. Na? Szép lassan. Így. Még egy kicsit. Jó lesz. Repüljek át rajta. Dehogy! Nem, nem. Maradj csak ott, ahol vagy. Lebegj ott egy kicsit, és pihent ki magad. Add ide az ollót. Rövid vagy hosszú szoknyát szeretnél inkább? Mit jelent az, hogy rövid meg hosszú szoknya? Érthetően kérdeztelek. Mini kell, vagy maxi? Mit jelent nálatok a mini maxi? Reménytelen eset vagy. Ne tőle kérdezd, legyen inkább hosszabb. Azt mindig meg lehet kurtítani. Maradj nyugton, Majka, ne ficánkolj. Ha nem akarod, hogy cikcakban vágjam. Vigyázzon azokon a köveken, Csutkova néni! Csúszós, a végén még elesik! Na, jöjjön nyugodtan! Én? Megmondtam, hogy csúszós. Nem elég egyenletes. Azt én is tudom. Mit csináljak, ha ide-oda libben? Add ide az ollót, majd én megcsinálom. Majka, lejjebb. Így jó. Gyere arrébb. Kicsit jobbra. Lejjebb. Most jobbra. És most forog helyben. Érted? Te két balkezes. És mindezt egy marslakó miatt. Ráadásul ki fog derülni, hogy bolondot űztek magából. Átöltöztettek egyszerűen egy kislányt, és maga azonnal bevette. És megtanították a plafonon sétálni. Azt csak maga látta úgy. Tá, tá, ti, tá, ti, 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 tá, tá, ti, ti, tá, tá, ti. Te mit morzézol? Hogy vársz, te mond? Tá, tá, ti, tá, ti, ti, tá, 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 ti, ti, tá. Hm.
Nem számít, hogy milyen. Úgy sem lehet látni. Várjál csak! Ügyes vagy. Most aztán együtt kell mennetek mindenhová. Nem számít. Hogy néz ki? Förtelmes. Sajnos olyan, mint egy Halloween. Hát, nem túl modern. Még javíthatunk rajta. Majka, nem vennéd le az övedet? Nem vehetem le. Jó, akkor tedd kívülre. És kapcsold szorosra. Van. Na, most mit szólsz? Haláli. Jönnek. Nagymama és a doktor. Nagymama és a doktor. Most meg mi történt? Mi baja? Elbotlottam. Valami vezetékben. Itt van. Valami csörömpöl itt. Ott arrébb. Nagymama és a doktor. Nagymama és a doktor. Nagymama és a doktor. Semmi vész, bújj el, Majka. Mi úgy teszünk, mintha aludnánk. Mi az igazság, fiúk? Mondjátok! Hagyja őket aludni. Nézzük. Oh. Hát ez meg micsoda? Valami kötszer. Jóságos Isten, mit látok? Nem hiszek a szememnek, ez az esküvői ruhám. Ki vagdalhatta össze? A két jóságos angyal közül valamelyik. Igen, ruhát akartak kérni tőlem. Hát persze, annak a kislánynak kellett a ruha, aki a világűrből jött. De az ifjú hölgynek nem tetszett a nagymama ruhája. Úgyhogy levágta az alját. Nem ez az űrdivat. De most menjünk aludni. Már későre jár. Nézzük hány óra. Te jóságos Isten! Vegyen be két nyugtatót, az nem árt az idegeinek is. Pihenje ki magát. Magyar hangok. Balázsi Panni, Ilkovics Ádám, Székely Dávid, Pálok Mónika, Csákányos Zsolt, Pálok Gabi, Pálok Sanyi, Szikszai Attila, Győri Ilona, Láng József, Szokolai Otto. Magyar szöveg Szőnyi Klára. Hangmérnök Császár Miklós. Rendezőasszisztens Lánc Péter. Vágó Nyers Mária. Gyártásvezető Sellei Eta. Szinkronrendező Csákány Márta. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Zene Harry Macourek. Fényképezte Karel Kopecki. Rendezte Radim Frücsek. Most, hogy egyik kopik, ének, kopik, ének.
Thank you.